ma beszéljünk lélekről. Jó? Ez az egyes. Kettes. Fogunk beszélni világról, mondjuk így. Kettő ellel kell írni? Világ egy. Világ. És akkor ez fog össze lesz foglalva, hogy mi a kapcsolat a lélek és a világ között, hogyan kerüljünk ebbe a világba, mi történik. Utána fogunk beszélni, és akkor itt jön a karma. Mert igazából a kapcsolat lélek és a világ között, ez karma. Jó, így fogunk látni. Utána fogunk beszélni ide, harmadik, hogy honnan jött a világ, honnan, hogy van, honnan, mondjuk így, honnan jött a világ, jó, itt elindul a karma, igen, aztán fogunk, itt már lesz fogalmazás, az első pillanatban, hogy ez a, az a, mi ez a karma, hogy első karma megnyilvánul nálunk, mint emberekben, most hogy van a kapcsolat, tettek, visszahatások, ez mind-mind megbeszéljünk. Lényeg, negyedik, hogyan karma gúzsba köt. Általában magyar nyelven szokták használni szót bilincs. De a bilincs, igen, valakit bilincsbe köt, és valami a gúzsba köt. Mit jelent, hogy bilincsbe köt? Mi a különbség bilincs és a gúzs? Ki tud mondani? Bilincsbe még tudok rohangálni, de gúzsban már nem annyira. Igen, van, igen. Vagy régen olyanok is voltak, mikor barlangba oda kovácsolták a sziklához embereket. De nem úgy, hogy át, csak így gúzs láncokat, a lábokat is csak így kellett állniuk. Az a gúzsba kötve van. Vagy ilyen gúzs volt, ugye, hogy így a fából nyakadra és kezedre, és akkor így jársz pár évig. A király megbüntette. Szóval ezért, hogyha nagyon őszintén lennénk, és nem biztos, hogy kellemes, de mi gúzsba vagyunk kötve, nem láncba. Nincs választásunk. Hogyha nincs tudásunk. Jó, az van azért fény a alagot végén. Hogyan gúzsba köt, és végül hogyan lehet, ez is csak így elégetni. Karmát. Vagy nem lehet elégetni a karmát, ez majd kiderül. Így, ez a témák lesznek ezen a héten, jó? Oké. Okay. Sat Chit Ananda. És akartam mondani, amikor beszél, igen, lélek, amikor ide kerül anyagi világba, ezt ki fogunk majd fejtetni, akkor különböző tudatállapotba kerül. Hát lehet látni embereken, igen? Ezek a témáink, ez egy önismeretet. Igen. Akkor ez az önismeret? Igen. Hát ön, én, hogy meg kell, hogy ismerjem magamat. Hát mivel nem vagyok ez a test, akkor én lélek vagyok. És akkor, hogyha én lélek vagyok, akkor tudással, tudattal rendelkezek, boldogság, de miért nem vagyok boldog? És az önismeret, van egy nagyon jó vers Bhagavad Gita-ban, a Pragyavadamsa Bhasase, amit azt mondja, hogy ott volt az Arjuna és Krishna, és akkor Arjuna próbálta bemutatni az önismeretet neki. Mert Krishna mondta, csináld meg ezt,
És akkor mondta, nem, ez nem így kell csinálni, mert nem lehet megölni senkit, ez így kell csinálni, és inkább én elmegyek jógázni, ott hagyom mindent. És akkor itt idézte dolgokat, és mondta, és végül tiszta káoszba volt az Arjuna. Ő tanított Krisnát, hogy hogy kell neki csinálni dolgokat, de szét volt csúszva, depresszióba volt. És Krisna mondja neki, hát hogy te pragya, igen, ti nagyon okosan itt beszélsz, mint egy nagy guru. Hú, igen, és így, és még idézte a szentírásokat, a szenteket, mert ez hiteles, mert én is, amit mondom, ez nem én így most átúztam a tengeren, és így felvilágosodtam, vagy megettem a fügét, felvilágosodtam, vagy valami fejemre esett, vagy egy nap, hanem ez a lelki tanítómester, szentírások, a szentektől tanultam ezt a gyakorlati tudást, amelyik változatlanul megmaradt már több millió éven keresztül mai napra. És Arjuna is ezt csinálta, de ő nem értette, és ezért Krisna neki mondja, hát, hogyha te pragya, te olyan nagy tudós vagy, akkor gatászon, a gatászon scsa, de akkor te miért olyan boldogtalan vagy? De miért depresszióban vagy? Mert a tudás, aki rendelkezik tudáson, akkor gatászon, a gatászon scsa, nánusocsánti pandita. Szóval igazi lelki személy, ő lát, mert tudni, ez látni. Mindjárt ezt kifejtjünk. És ez azt jelenti, hogy aki rendelkezik tudással, az boldog. És önismeret, egy eredeti, úgy, ahogy van, az boldogá teszi embert. És ez az önismeret. Ez a... Gatászunagatáson, csánánocsusáti pandita. Igen. Ehhez akartam még valamit, mi volt a gondolatom? Ezzel a versen. Na mindegy, az majd, nem baj, megyünk ide akkor, és akkor majd eszembe jön.